Speciál a sétalovaglás a tengerparton az utolsó képe, tehát ezt 1909-ben festette, és az szinte a szintézisét jelenti az ő festészetének, de attól kezdve aztán befejezte a festést. Van egyébként egy édes történet ezzel kapcsolatban, hogy írt egy levelet a akkori kultuszminiszternek, hogy ő megvételre fölajánlja ezt a képet, de aztán hozzátette a levelében, hogy de hát ez úgyis olyan drága lenne, hogy ezt úgyse tudnák megfizetni. Tehát tulajdonképpen eljátszott a gondolattal, hogy ez állami tulajdonba kellene, hogy kerüljön, de egyetlen egy képét nem adta el. Ez a képe egy kicsit melankólikusabb egyébként, mint a nagy monumentális és nagyon ízó színekkel megfestett képei. Talán pont azért, mert így összegezni akarta ezt az életművet ezzel, egy kicsit lenyugodott ezen a képen, egy kicsit álomszerű, ködös, a figurák is megnyúltabbak, tehát az álom és a valóság között van ez a Nápoly környékén megfestett kép. Tulajdonképpen minden tájból, minden látványból ő a lényeget, a rá jellemző karakterisztikumot akarta megragadni. A Hortobágynál még nyomon is tudjuk követni ennek az előzményeit, ugyanis az Uránia Színházban voltak ilyen tudományos előadások, és ő tudomást szerzett arról, hogy a Hortobágyról is egy bizonyos Harangi György diaképes fotós előadást tartott, amin végigfényképezte a Hortobágyot, és írt is neki egy levelet, hogy szeretné tőle megtudni, hogy mik azok a legkarakteresebb motívumok a Hortobágyon, amit egy festményen mindenképpen meg kell jeleníteni. Most az, hogy tényleg járt-e a Hortobágyon vagy sem, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy az összes karakteres vonást, motívumot, a kilenc lyukú hídtól a csikósig és a legelésző marhákig mindent megfestett, és még ugye az ő érdeklődése szerint egy viharos jelenetet is, amiben pedig a szín kavalkádját tudta megmutatni. Ez nem csak a fantázia szüleménye, hisz magunk is időnként látunk akár a Balaton felvidéken is olyan naplementéket és olyan távlatokat ugye a hegyek mögött, hogy szinte hihetetlen, hogy milyen színösszetételek találkoznak és változnak állandóan különböző napszakok szerint. Tehát én szerintem ezek nem annyira fantázia színek, ezek a valóság színei pláne keleten, ugye, ahol ő ezeket a színeket megtalálta, de nem volt gátlása, hogy ezeket a maguk drobalitásában, vagy a maguk ízásában a festményei megjelenítse.